Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm a Híd Fórum sorozat második előadását, mert ahol Barba Csaba, magyarországi történészkutató az előadónk. Azzal az idézettel szeretném kezdeni ezt az előadást, hogy a nyelvében él a nemzet, és ősiességünket, a nyelv ősiességgel biztosítja jelenünket és jövőnket. Ezzel átadnám a szót dr. Mózes Gyulának, aki egy pár szó szól az előadóról. Várom a zenét. Engedjék meg, hogy ennek a gyönyörű
Transzimánia számnak a idézetével kezdjem, hogy el kell mondanom, mert tudnotok kell bizony ebbe a napjaink agyament világába, amikor lassan a szemét előnti életterünket, amikor a pénz, a disznófejű nagyúr életünket tönkreteszi, akkor tudnunk kell, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és merre tartunk. Ehhez, hogy ezt tudjuk, tudnotok kell, hogy Szépapám a 48-as forradalomban és szabadságharcban utászmérnökként dolgozott Kossuth Lajos csapatában. De, és beszélgettem vele. És jó pár száz évvel a szabadságharc előtt, 1970-ben Pozsonyban, 1907-ben Pozsonyban, a pozsonyi csatában szintén ott volt ősöm, beszéltem vele. Honnan tudom, hogy ott volt, mert le is van írva, Lajos király a római német egyesített seregekkel támadta a Magyar Birodalmat, és leírta, hogy Decretum Ungros Eliminandos Esse. Rendelem, rendeljük, a magyarokat ki kell írtani. Az ősöm hazament, elmondta a történetet, ő egyébként zászlós volt, Árpád-sávos zászlót tartott. Több ezer évvel a pozsonyi csata előtt ősömmel nem sikerült nagyon érthetően beszélni, de itt van Varga Csaba, és ő segít abba, hogy vele is értekezni tudja, és tudjunk. Köszönöm, és megkérem Varga Csaba urat, hogy azt a tudást, amit ő azt mondja, hogy a legveszélyesebb fertőző betegség, hogy tudásával fertőzzön meg bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a szép bevezetőt, és hadd mondjam már, hogy én most izgulok, bár az nagyon megtisztel, hogy ennyien megjelentek, sőt, nemes, tekintélyes, nagy tudású emberek is, hanem nem akármi szerepelni kis Magyarországon, azaz a Székelyföldön, ami sajnos már a szellemét, tehát a magyar szellemet tekintve lassacskán a Magyarországká, vagy nagy Magyarországká nő, legalábbis a mi szempontunkból mindenképp, akik a Duna tájékán élünk. A múlt. Mi a múlt? Az, amit tudunk róla. Amiről nem tudunk, semmi tudomásunk sincs, de nem csak a múltat tekintve, az számunkra nem is létezik. Nincs. Ezért fontos annyira, hogy bármelyik országban is milyen szellemi csoport kezében van az oktatás így. Mert amiről nem tanulunk, azt lassan elfelejtjük, még az öregek mondogatják mi az unokáknak. De aztán az is elhomályosodik, elmosódik, az az ismeret, és végül teljesen kiesik az emberek agyából. Végül is pontosan az oktatás az, amivel lehető legegyszerűbben és vértelenül ki lehet pusztítani egy népet, hogyha elfelejtik önmagukat. Egy idézetet hadd mondjak, Máté Imre
jegyezte föl végül is egy pártos gondolatokból való, hogy az iskolákban nem okvetlen az igazságot tanítják, hanem amit el akarnak hitetni. Végül is azt kell mondani, hogy ez a játszma már legalább 2000 évben zajlik. Majd megyek a színpadra. Legalább 2000 évek zajlik, de valójában 6000 év óta. Azóta zajlik egy világháború. Ez hol világos előttünk, hol nem, de aki visszanéz a múltba, nagyon jól látja. És ez pedig az újfajta népek és az ős népek közötti csata, ami roppant egyoldalú, mert az ős nép nagyon is békeszerető, rettenetesen türelmes nép volt, hanem megjelentek a történelem színpadán újfajta szellemiségű népecskék, majd jól felvilágoztak. És ez a kor tulajdonképpen a földművelés nagyon elterjedésével indult el. Tudnék egy vadász néptől mit lehet elvenni? Hát néha zsákmány, tehát azért nem érdemes áldozni. De a földművelésnél nagyon nagy anyagi javak gyűlnek össze, és megjelentek a rabló népek. És az az érdekes, hogy 6-7000 évvel ezelőtt régészek a megmondhatói még nem találni védőműveket a lakhelyek körül. Nem a vár, meg földhárnyás, meg karókerítés, semmi ilyesmi nem volt, nem kellett. Mert ekkor jött ez a nagy változás, Eurázsiában mindenképp ekkor. És nagyon érdekes, hogy ekkor jelennek meg az olyan fegyverek, amelyekről nagyon jól tudni, hogy emberek ellen használták. Tehát ekkor kezdődik meg a rablás és a háború, a pusztítás. És nyilván az ősnép is kénytelen volt fegyverkezni, hogy megvédje magát, csak mindig jó, mindig is, mindmáig rettenetesen jó hiszemű. Ez valami ijesztő, ugyanígy a nem ijesztő, hanem nagyon is jó megérteni, lelkéből fakad. Ugyanígy jártak a, kérem, hogy előlegezik meg nekünk, az amerikai rokonságunk is. Megjelentek ott a rabló fehérek, pár száz katon egy birodalmat ki tudott nyírni, mert azok elhitték. Azt mondta, ó, hát, mi csak itt most ki pazaszálunk, barátkozunk, minden. Másnapra megöltek 500 ott lakott, ó, hát ez tévedés volt, és állandóan megbocsátottak, és így sikerült leigázni például teljes Amerikát. Jó, erről ne többet, mert akkor nagyon elmegy az idő. Végül is a Földön minden nép kicsodát játszik. Na most általában a hódító szellemű népek, hát nem mindig túl műveltek. Ám hogyha hatalomra kerülnek, vég nélkül lehet hozni a példákat, de sok ezer év óta így zajlik. Hát miért a leigázottak történelmét hirdesse, az neki semmi közel, hanem mindegyik hódító nép magával kezdi a világtörténelmet. Beleértve a legújabb kortól, mert mondjuk a latin kor már a legújabb kornak számít nekünk. És így feledésbe merül a valódi történelem. Ez már az a történelem, Európában történelemírás, legalábbis nem csak a történelem tudománynak számottevő része. Annyira elszakadt a valóságtól, annyira nincs köze valósághoz, hogy tudod, hogy Európa számtalan helyén már elkezdődött a múlt megváltoztatása, azt hiszem, hogy ez nem lehet.
hanem annyi tény adat közismert, hogy Japánban megindult egy folyamat. Egy átértékelési folyamat, ami elemnek, eleve függetlennek kell lenni a mai politikai térképtől. Miért? Gondolják el, hogy, de kérdezem, hogy melyik Európa legrégebbi országa? Tessék. Ott él Magyarország, hát nem. A hunoktól nyugodtan számíthatjuk, de azt is tudjuk, hogy volt magyar nyelvű ország Krisztus előtt 36-ban is, akkor szerveződött, és még előtte, még előtte, még előtte. De ez a Attilától számítva is elegendő nekünk. Ugyanis például mióta van Anglia? 1000 év mondjuk. Még papír szerint, de valójában még kevesebb. Mióta van angol nyelv? Hogy? Mondjuk igen, de hogy még Shakespeare idejét belevehetjük, bár a mai angol már Shakespeare műveit nem érti, tehát azt már le kell fordítani, pedig mondjuk csak 500 év. Míg mondok egy korabeli magyar versből egy részt, le kell lefordítani nekünk. Például, vitézek, mi lehet a széles föld felett, szertolog az végeknél, hol a kikeletről, astroxi madárszó, kivel ember ugyanér? Nehéz megérteni. Kérem, mióta van francia nyelv? Mondom, 840-től, de az még nem francia, hanem úgy történt, hogy körülbelül 20 000 állít fölfegyverkezett úriember nekiindult hódítani, és eljutottak a mai francia területre, vagyis a gallok egyik fő területére, és ott addig abrították a népet, míg az ő konyha latin nyelvük, tehát ezek is primitív egyszerű emberek voltak, ha ez egy hódító, rabló, magyarul, hát ne szegítsük. És ebből nőtt ki a francia nyelv, amit ma franciának nevezünk, tehát 840 előtt nem létezett. Ugyanígy mondhatnám még például a szláv nyelv, tudják hány év, az egy mesterséges nyelv. 1500 évvel ezelőtt még nem létezett, azt egyházi szertartásokhoz találtak ki egy ilyen közvetítő a szertartás nyelvet is az terjedt el. Magyar nyelvről mit mondhatunk? Nagyon röviden annyit, hogy beláthatatlan ideje létezik. Olyannyira, hogy már eljutottunk odáig, méltán mondhatjuk, hogy az a nyelv, amit ma magyarnak neveznek ősnyelv, ha csak nem maga az ősnyelv. Ez pedig kérem nagyon súlyos kijelentés, az annyit jelent, hogy amióta ember létezik, ez a nyelv. Olvasgasson a kis Dénes munkáit például, ott onnan is kiderül. A magyar nyelv útjának a föltárásában mondhatod nyugodtan, hogy természetes módon két székelyt kell kiemelni. Döntő szerepük volt, és a munkásságok felér mondjuk az emberiség legnagyobb szellemi teljesítményével. Egyikük Cucor Gergely, székely paraszt gyerek lévén rengeteg nyelvet megtanult, és ő írta meg a magyar nyelv szótára, ami 1862-ben megjelenhetett úgy, ahogy Magyar Tudományos Akadémia gondozásában.
Ő egyszerűen felfedezte, hogy a mi nyelvünk gyökrendszerre épül. Tehát van nem sok alapszavunk, és azokat rakosgatjuk egymás mellé, szépecskén egymás után. És hogyha ezt tudja már az ember, akkor nagyon világos, mert nagyon világosan kitűnik, amit Berzsenyi Dániel úgy fogalmazott meg, hogy a magyar nyelv az ókori nyelvek gyökere és anyja. Nyilván ezt manapság nem így tanítják, de először is látnunk kell, vagy tudnunk kell, mi az, hogy magyar. Kérem, mint a bennünket, a Kárpát-medencében élőket, akiknek döntő többsége őslakos itt. Úgy látom, hogy a legkorábbi írott anyagot nem találtam, hogy ugyanaz 1200-as évektől kezdtek magyarnak nevezni. Ezt a nyelvet azóta akkor kezdték el magyarnak nevezni, magyar nyelvnek, és ezt az országot is akkor lassacskán azután kezdték el magyar országnak nevezni. Ha megnézzük a régi térképeket vagy maradványokat, egy ideig Hungária volt, bocsánat, hunuralom miatt. Utána jött az avar fennhatóság, azokon a térképeken az vagy Avaria. Jött a magyar fennhatóság, az is jóval utána 5 vagy 500 éve kezdett nagyon lassan Magyarország lenni. És miről kaptuk ezt a nevet? Arról, hogy a 895-ben, nem 896-ban, csak azért tett át a Tudományos Akadémia 896-ra foglalást, ami önmagában véve olyan értelme, ahogy ma használják, nemzetellenes fogalom, mert nem készültek el a millenniumi építkezések 95-re, csúszott az építkezés, és erre visszamenőleges hatállyal áttették a honfoglalást. Na de mit jelent a honfoglalás? Kérem, azt próbálják elhitetni velünk, hát ezek politikai érdekek, és a történelem azért általában a politika szolgálománya, hogy üres volt a Kárpát-medence, aztán megjelentek a hunok, akkor Tele-Kárpát-medence, hunok központját visszavonták, tehát visszalakták sokkal keletebbre, akkor üres lett hirtelen a Kárpát-medence. Jöttek az avarok, tele a Kárpát-medence, az avar államszervezetét tönkretették a frankok, vége, megszűnt, nem lakik itt senki, jönnek a magyarok, megint tele a Kárpát-medence. Kérem, itt semmi egyéb nem történt, ahhoz itt élő nép, és voltakám szép számmal, körülbelül másfél millió, ami abban az időben nagyon nagy létszámot jelentett, és egyszerűen itt éltek, és egyszerűen az uralkodó rétegek cserélődtek. Például a megyeriek, a magyari dinasztia, ez két a uralkodó réteg volt, őket a székelyek hívták be. Tudnélik, szétverték a Kárpát-medence államszervezetét, és kellett egy uralkodás jót ismerő, gyakorló, kitanult uralkodóvász, hogy szedjék ebben megint ezt a területet politikailag, szervezik újra. Na, így kerültek ide a megyeriek, tehát a megyer nem bíriek, akik jöhettek a kisegítő személyzettel. Tehát a szolgálókkal talán 15 vagy 20 ezeren.
Összességében akkor jöttek körülbelül 150 ezeren ide, mások is jöttek, egy csatlakozók, de a maguk a mederiek, a magyar urak, hát megmaradt ez is gyönyörűen, hogy a magyar urak alkották az uralkodó réteget, és ők szerveztek. Újra szervezték az országot, pár év kellett hozzá, és Európa nagyhatalommá vált, az itt élő népesség, az a 150 ezer ember, aki jött, az biztosan nem. Gondolják el, a 150 ezernek a fele nő, maradt 75 ezer, 75 ezerből egyharmad fiatalkorú, egyharmad öreg. Tehát, hogy gondolják, hogy 25 ezer ember, akik közül sok szakmunkáshoz, tehát vasat kellett önteni, stb. Tehát, hogy 15 ezer ember sarkba tudta tartani Európát, ezt elhiszik. Nem lehet. Tehát az itt van, hogy került vezető helyzetbe. Götz László jött rá, mert ezeket a ezeket elmondom, hogy abszolút, az ember kicsit utána gondol rá, hogy hát ez nevetség, és ez nem lehet így. Ezek itt íróasztal mellett szülték, hogy eltüntessenek az ős nép nyomait, tehát a Kárpát-medence ős lakosságának a nyomait. Ez is politika, mert a történelmi jog folytonosága az évezetekig érvényes áll. Götz László jött rá, ő is elgondolkodott ilyesmény, Keleten kél a nap című könyvében leírja, hogy hogy van ez, hogy a bennünket, a besenők kergettek, tehát a magyarokat, akik jöttek, nagyon jól el voltak, szóval jött a besenő sereg, és révülten ide menekültek a Kárpát-medencébe. Most ez elgondolkodott, hogy lehet ez. Most tessék elképzelni, menekült mindenki, hogy jönnek a vad besenők, egyébként hát ők az is magyar nép, de mindegy jönnek, megtámadják a magyar népet, azok lóra kapnak, ökrös szekére kapnak, főpakulják a családot az ökrös fogatra, és ezer valahány kilométert menekülve be Kárpátokon át bezuhannak a Kárpát-medencébe. Na most hogy van az, hogy a vad besenyi vitézek lóhát ügetve, vágtatva nem éri utol az ökrös szekereket? Gondolják el, ezer kilométert. Tehát ez egy torz mese, egészből semmi sem igaz, annál is inkább, hiszen Álmosi Kijevben székeltek, mint uralkodó dinasztia, ott oda telepítették a vasművességet, tehát a fegyver készítést, ipart, sőt, Kijev kő, a magyar szó kő, ott rengeteg épületet felhúztak, még az építők három főépítész volt, abból kettőt még tudunk, megmaradt leírva, az egyiket Csehe kapitánynak hívták, a másikat Keve kapitánynak nevezték. És még hozzáteszem, és akkor ezt lezárom. Honnan tudjuk, hogy ez egy szkita uralkodó dinasztia volt? Hát nagyon egyszerű, egyrészt Szilveszter pápa leveléből, hogy Ispánra jön, miénk a szkíták nagy királya. Nem voltál az a pápa bolond, hogy ne tudta volna mi a helyzet. Neki nagyon jött Magyarország, mert tulajdonképpen innen ment azután a legnagyobb adófizető, pápa számára adófizető. Tehát a legnagyobb összegek innen folytak vele.
oda. A másik meg még szebb, ugyanis nem csak ez a magyari ország volt, tehát a magyari megye dinasztia által uralt terület, hanem több is. Az egyik a Kaukázus déli részén volt, ennek a központ vagy a fővárosa volt magyar, és onnan lenne a tengerparton volt Debrecen, az egy nagy magyar kereskedelmi hajózási központ volt. És ezek, ők is magyariak, tehát a magyar réteghez, uralkodó réteghez tartoztak, tehát ugyanazok voltak, egy család, úgyhogy még az 1200-as években is leveleztek egymással. De a Kaukázus alatt déli részre is tudjuk, hogy onnan meg szabirok, magyarul is tudó papokat kértek a pápától. Tehát a lényeg, ez végtelenség lehet mesélni, a lényeg az, kérem szépen, hogy mi a Kárpát-medence ősnépe vagyunk, a személyesen sokan nem is, mert jöttek szászok, talán magyar tehetre svábok, ez az, de az alap törzs lakosság, a Kárpát-medence ősnépe, a székelyek különösen, és ez a nyelv, amit beszélünk, ez kimondottan a Kárpát-medence ősnyelve, és ezen még a jégkor sem változtatott, tudik, ragyogó élet volt itt, úgy tessék, a bűn utolsó szakasza volt a leghidegebb, az utolsó jégkorszakban, hogy amikor a leghidegebb korszakban és a Kárpát-medence átlaghőmérséklete 6-8 fokkal volt alacsonyabb, mint ma. Ez olyan, mint a Szentpétervár, Stockholm. De az elegendő volt, hogy itt alapvetően sztyeppévé válna, sztyeppe jellegűvé válna az éghajlat növényzet, és az itt az északi terület, vagy a keleti északi területeken ott van tényleg tundra volt. Na de ez a sztyeppe ebben, hogy hihetetlen nagy vadállományt hozott létre, arany élet volt itten. Akkor tényleg meg lehetett azt csinálni, az asszony előtt nekiáll főzni, szól a férjnek, hogy légy szíves, nőjél fél kiló májat ebédre. Tehát ez a folytonosság amúgy is nagyon jól bizonyítható, és hogy a legrégebb időkben visszamenjünk genetikailag is pontosan látni, hogy kik vagyunk mi. Mi egy keverék nép vagyunk, mégpedig, mi egész messze visszamenve, a meleg égővi kromanyon B, genetikusok tudják, mit jelent ez pontosan, és a neandervölgyi ember keveréke vagyunk. És olyan különös most már a helyzet, hogy már igazán nem tudja, az ember zavarban van, hogy ez a nyelv, amit beszélünk, ez most a kromanyoni embertől származik, vagy a neandervölgyitől. De itt is baj van, mert a neandervölgyinek legalábbis a koponya mérete lényegesen nagyobb volt, mint a miénké. Miénké most 1300-1350. Általában a neandervölgyi 1700, és vannak olyan adatok, leletek is, hogy 2000. Szóval, hogy nem szabad ítélni a múltról, egyébként higgyék el, mert nem tudok más, mint csak, hogy higgyék el, az élet ugyanúgy zajlott akkor is, mint most. Nem voltak butábbak, sőt, nagyon sok minden arra van, hogy sokkal-sokkal okosabbak voltak nálunk. Egyet egész biztosan lehet bizonyítani, hogy az átlag műveltség nagyon régen sokkal magasabb volt, mint ma. Jó. Akkor elkezdek vetíteni valamennyit. A
azt mutatom be, az írásbeliségen keresztül mutatom be, hogy mi a múltunkat, hogy 40 ezer évig simán vissza tudjuk vinni. Ez nem csak, hogy most én bötöket mutogatok, meg néhány érdekességet, hanem genetikailag pontosan látható. Ezt nagyon jól leírta Szabó István Mihály akadémikus, és meg is jelent könyvben a Magyar Nép Eredete címmel, Mundus Egyetemi Tankönyvkiadó Vállalatnál. Ez a könyv, ez pontosan a tényszerűen elkezdi mutogatni, végig mutatja, hogy a magyar, akiket ma magyarnak neveznek, tehát az ős, nem vagyunk mi magyarok, az egy másik történeti ág, de azok is részünk, de azok, ami leszármazottunk, csak visszajöttek. Tehát ő egyébként a mamutok kipusztulását mikrobiológus eredetileg kezdte keresgélni, kutatni, és mi történik, rátalálta magyarokra. És még egyszer mondom, hogy nem jó ránk ez a munka, ez csak olyan általános elnevezés, mint az, mondjuk az angol, hát ki angol, azok vikingtől kezdve, keltáig, indiai, ki tudja micsoda, az is angol. Kész. De mondjuk a, mit tudom, egy indiai, hát elkezdi a múltját keresni, hát ő meg Indiába megy a múltja. A keltának meg hát ide jön a Kárpát-medencébe. Hosszú ideig a múltja. Etruszkot nézünk, hát ide jön a múltja. És ezzel, ez nagy szentélyvesztés ad egyébként lehetőséget, hogy mi itt egyrészt összegyűltünk Európában, vagy Ázsiából, az maradékai mind ide menekültek, tehát itt maradtak meg a forrezményektől kezdve. Tehát nagy, ezen kívül az itteniek is sokféle nép, de mind ugyanaz. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy ma is mondjuk, én történetesen. Tudják, melyik országban születtem? Sovány országban. Akkor ott van Palócföld. Van, aki Palócföldön született. Van, aki Székelyországban született. Különbözünk egymástól. Tehát is. Csak egy ilyen szokás, meg művel inkább történelmi elkülönülés van, de attól még jövünk, megyünk. De régiek meg, mint a Hóbel elkezdte fölírni, hogy mit tudom, Somogy ország. És akkor azt hiszik, hogy az egy külön ország volt, egy önálló valamilyen ország, saját nyelven, vagy nem tudom micsoda, és ebből aztán hihetetlen kavarkevereket keveredett. De hogyha mi utána nézünk, akkor szavakat keresgélünk, minden rájövünk, hogy hát értjük, azok is mi vagyunk, hát az ősnek maga. Az felhintő, és a következő mesélte Berec András, hogy mit jelent ez, az, hogy itt Székelyföldön ment, és nem tudta merre kell az úti céljához eljutni, ott egy néni ott volt az út mellett, ott kapirgált, vagy kapálgatott, megkérdezte tőle, hogy mondja már meg, hogy hogy jut el ide, meg ide, meg ide. Hát a néni elkor, hát azt mondja, hogy menjen egyenesen, ott annál a hintnál, átment akkor balra, aztán menjen, és az a felhintő után pedig kanyarodjon jobbra. Azt mondja, Berec András azt mondta neki, jó, értem, de mi az a felhintő? És akkor néni elmagyarázta a nagyon művelt Berec Andrásnak, hogy hát ami lefele megy, az a lehintő, ami felfele megy, az a felhintő. Ő ezt tudta. Na most egy picit tárgyi világban utazunk vissza a múltba.
Ez olyan 4, mások szerint 5000 évvel ezelőtti lelet. Kína közelében sós homokba temették, zsomó embert, fehér emberek, kaukázus típus. És így a lehető legtökéletesebb állapotban fennmaradtak. Tessék megnézni az öltözetet. Hát ez egy nagyon jó szabad zakó. Mit ne mondjak, gyakjú, finom gyakjú szövet, angol gyakjú szövet, tehát nem angol, hanem tehát gyakjú szövet. Itt egy kicsit rongálom, de gyönyörű szép lábbelie, és a feleségemnek, mikor mutatom, azt mondja, hogy te ehhez szabás minta is kellett. Hát egy zakót nem lehet csak úgy gondolom formán kivágni. Na most ez nagy ipar is kellett, és így tovább, kereskedelem, minden, zajlott az élet. Itt a felső képen 7-6 ezer év körös partján találták, Chicago-i részek, régészek kutattak itt, találták az épületet, ez már csak ilyen rekonstruált rajz, és kérem szépen, ez ma is egy nagy parasztháznak számítana, számít is, ez a gazdasági rész, és ez a lakóépület. Kérem, gondolják el, megmaradtak a nyomai, a bőséggel, minden szobában cserépkája volt, fűtése, és még van lenyomatokon az is látszott, hogy a gerendák gyönyörű szépen faragban díszítve voltak. Ez egy 8000 évvel ezelőtti főjefúzom hely. Ezek ilyen gazdasági épületek, és megvan az még a kerítések nyoma is. Hát az a betelményes kertból. Kérem, ugyanúgy zajlott az élet akkor is, mint ma. Legfeljebb villanymas alud meg televízió. Nem volt ez, nem biztos, hogy kárkra volt. Lamas nevű barlangban találtak rengeteg rajzot, ilyen vékony kövekre van fölkarcolva, azért kövek, mert más nem maradhatott meg, csak ami kövön van. Ez 15 ezer évvel ezelőtti emberekről készült rajzok. Nézzék meg ezt a fruskát, kis menyecskét. Hát, nagyon takaros fökötője van, amit nyilván ki is kellett szalni, megvanni. Ennek valami turbánszerűség van a fején, ezen meg látszik, hogy egy talán polgármester féleség lehet. Tehát, az ember egy idősebb korában nagyon meglátszik a fogalmat, hogy mennyire felelősség teljes feladata volt a közösségemben. Nagyon jól látszik. Hát ez meg egy ilyen magamfajta kutató, vagy nem tudom ki lehetett gondolkodó. És kérem, mennyire érdekes a világ. Itt hadd mutassak egy rajzot, ugyanonnan 15 ezer évvel ezelőtti. Ez a 15 ezer évvel ezelőtti rajz. Ezt 1999-ben rajzolta róla Londonban, egy klubban, egy ír festőművész. És ez az én képem. Tessék megnézni. Szóval, hogy sok minden visszaköszön azért. Nem véletlen, ugyanazok vagyunk, kérem szépen. Mondjuk egy pigmeus harc alig, ha köszön vissza egy európai rajzon bármikor is készül. Még hadd térjek ki a különlegességekre is. Nézzék csak. Ez egy magamfajta ember méret. Ez meg egy comcsont. Ember comb, csont.
ez egy múzeumban van. Egy újság, vagy egy könyv címlapja. Ez az ember olyan 170 cm-es lett, aki középen van. Tehát ilyen óriási életű emberek akkor is léteztek még, ennek a Bibliában is az óriás, a Góliát és az óriás ilyenfajta ember volt. Hát, világban el voltak ezek is. Ami különös, az európaitól eltérő, arról keveset hallom. A lóra is mutatok még érdekességet, ez 17 ezer évvel ezelőtt készült rajz. Kérem, ilyen vadló nincs, nem létezik. Még egy kis kötőfékszerűség is látszik az orrában, meg ismétem 17 ezer évvel ezelőtt. De valamit még észre kell venni. Kipróbált meg már szemből békésen poroszkálva jövő lovat lerajzolni. Jelentkezzen, látom, ha valaki feltartja a kezét. Kinek sikerült? Ez bizony a rajzi bravúr, tudom, mert festőművészként is ténykedtem egy darabig, meg grafikus, ebben nem is egy darabig. Ez nem jön ám véletlenül. Ez végtelen ötlen, végtelen nagyon nagy műveltség kell, hogy álljon mögötte, nem egyszer ember, hogy a műveltlen ember, ha hogy rajzol, azt megnézhetik a falfirkákon, a városban, a házakfalain, stb. Ez egy nagyon felkészült, igazi nagy művész embernek a rajza, de ugyanez mondható az előbbi portrétra is. Hát azok tele találhat grafikák. Annak az embernek ez volt a mestersége. Ez 30-35 ezer évvel ezelőtti. Azt mondják, hogy Szörától, George Szörától számíthatjuk a pointillizmus, mint festő, festészeti irányzatot. Hát nem. Ez egy pointillista kép, tehát pontokkal összerakott, ez egy játék, a látvánnyal egy ötlenő bölényt ábrázol, ez a pontarki barlang egyik büszkesége ott tíz helyen áll. Elmítettem a neandertalieket, akik vére bőségesen bennük folyik, és kérem, ezt hadd tegyem hozzá. Papíron, tankönyvek szerint kihagytam a szerencsétlen neandertalt. Hát csak én ismerek jó párat, személyesen. Nagyon belevaló figurák. Itt élnek, van amelyik tisztán megmarad, de alapvetően, ahogy említettek, romanyag vér keveredett velük. Tehát nem vesztek ki egyáltalán. Ez körülbelül 50-80 ezer évvel ezelőtt készült furúja, egy neandertali emberet temették el. John Flink nevű angol zenész elemezte ki, mert a lyukakból, amit meg lehetett állapítani, hogy ez egy raffinált moll skálára van angolva. Amire nem lehet csak úgy rájönni. Még egy neandertali leletet. Tehát két csoda jelenten megmaradt, de maradt döntő. Nézzék ezt a tűt. Ez egy ilyen picike kis, nem látják. Ilyen picike kis tű, akkor a foka még kisebb. Gondolják, hogy egy ilyen pici lukon át lehet dugni egy bőrdarabot. Alig ha. Még egyet, akkor ebből a sorozatból. Az Okinawa szigete mellett 75
méterre víz alatt lévő építmény, és itt is a nagyméretű emberekre mondom, hogy ezek lépcsők. Sokan itt is tudom, de nagyon megy az idő. Itt egy búvár. Hát azért a lépcsőfogok nem hozzávettek igazítva. És még két érdekességet mutassak. Az is megérne egy misét, hogy miért 6000 évvel ezelőttről számít az emberiség, vagy az ember, igazán értelmes lényé vált, ami szintén politikai okok miatt van. Hát nem. És nem csak 15 meg 30 ezer évvel ezelőtt, ugyanilyen művelt voltál az emberiség. Nehogy azt hiszik, hogy nem. De akkor is sokszínű volt, voltak egyszerű életmódú emberek, mint ma is, mint a pigmeusok vagy amazonhoz mentiek ma. Ugyanez volt régen is. Visszafele. De van még kicsit is, amivel el kell számolni. A cowboy filmekből emlékeznek a kaliforniai nagyon lerobbant hegyek, sziklák, hegyekre, és ott lovagolnak a kóbolyok. Nos, ott aláástak a vulkánréteg alá. Tehát így is, és a vulkánréteg alatt nagyon sok kőmosarat találtak. Most tessék elgondolkodni. Hogy az akkor kerülhetett oda, amikor ez az ősök hegység, tehát amikor még ezek a vulkánok nem kezdtek el működni. Mindjárt bajban vagyunk. Még egy leletet, és akkor ezt lezárom. Csak hogy a szélsőségekig eljussunk. Ez Philadelphia közelében, vagy Philadelphia illelet, mészkőbányában találták, mészkőbányászok, mégpedig úgy, hogy a mészkő réteg legaljáig kifejtették már a mészkövet, és az alatta lévő gránitban találták ezt a ábrát. Szóval ezt én nem feszegetem, rengeteg mindent lehet találni, mutatni, de hogy nagyon-nagyon más volt az élet története, emberi élet története, a szellem története, mint ahogy tanulunk. Na most rátegyünk a betűkre. Itt én nem figyeltem, jól, ahogy mikor kezdtem el beszélni, mert ott lent maradtam, hogy mennyi idő van. Itt csak bemutatok írás leleteket. Szóval az az ABC, nem ABC, jelsor, amit még oly félben őriznek a székelyek végül is, teljes magyar nyelvterületen azért nagyon-nagyon becse. Ennek a jelkészletnek a története legalább 40 ezer évig visszavezethető. Van egy nem teljesen világos lelet, egy francia találta, az 200 ezer évvel ezelőttig, de ott csak négy jel van, tehát és pagányos, tehát arra nem építhető. De ez teljesen egyértelműen, ezt valaki följegyezgetett, egy külap, a pontdal balladban található interneten bárki. Megnézheti szintén, nem csak az az érdekes, hogy a jelek, ez az ős ABC, vagy általában a legrégebbi ABC, és ezekkel passzolnak az itt lévő jelek, de ezzel most nem megyünk végig. Tehát nem csak, hogy a jelek, aki ismeri a székely ABC-t, az azonnal látja, hogy miről van szó, hanem az a megrökkentő, hogy itt mik a tudák szerepelnek, tudjuk nem csak az írásjel készlet érdekes, hanem az a hogyan írunk, tehát az írásmód is. Tehát a ligatúra ötlete is ennyire régi.
Ezt 19, vagy 29-19 ezer év közöttinek becsülik, ló, állandóan ló, miután gyanús. Ide nagyon fölkarcolta a főstő, aki ezt a képet csinálta, ezeket a jeleket. Vaj, nem ismerős-e? Itt rejtezve jelennek meg ugyanebből a sorból a betűk. Ez 20 ezer évvel ezelőtti lelet, írás lelet, valaki ezt lefestette és ráírta ezt a négy jelből álló szöveget, itt van, ilyen miért az a szép szabályosra leírva, hanem, remélem nem tűzik le, tessék csak megnézni. Ezek nagyon kimódolt betűtípusok. Tehát megvan adott betűforma, például egy metszett tollal, ahogy gyönyörűen szépen lehet rajzolni. Ennyi elegendő ahhoz, hogy biztonsággal megállapítsuk, hogy ebben a korban, ebben a műveltségben bővérű írásbeliség folyt. Még eléggé nem is mind bizonytalanul tudhatjuk azt, hogy az van rájuk, hogy subba, azaz szent állat. 29-19 ezer évvel ezelőttig már megint egy ló, és itt van a rá rajzolva ez a négy írásjel, vagy ez a három írásjel. Csak hogy ez, nem ez a három írásjel van abból az időpontból, hanem mellette, ez a Grotte-Cosquet nevű barlangban, mellette van szerepel ez a föstmény is, ezzel az írással. Tehát itt már egy elég szép számú jelet megismerünk az akkori jelkészletből. Ez már fölér egy harmadnyi jelkészlettel együtt vannak, és ismét hatalmsőzón jó. Most azért, ez most már legutóbbi időben ezt is 20-29 ezer évesnek tartják. Egy barlangban egy patak folyik, és arra megtalálták, arra ráleltek, és a patak partján maradt meg rengeteg kavics, ezekből sokat személyesen én is láttam, nem hagytak fényképezni, de azért sok anyag megvan, itt ott megjelent, hogy rengeteg kavics van, amelyekre írásjelek vannak festve, mi több számjelek is vannak. Hogy mire használták, nem tudjuk, de hogyha sorban rakosgatjuk a motivumokat, azonnal kiderül egy ilyen előkerül egy ilyen jelsor. Kérem szépen, hát nem ismerős. Hát nagyon is. Tudik a négy része oszlott kör, meg kör közepén ponttal, meg vonal a kettőszott kör is, a kör maga, a zászlós hajója az ősi jelkészletnek. Hol ezt látjuk, ott minden kétségünk elmúlva. Még egy szó is maradt valahogy, de hát itt lekopott, úgyhogy nem sokra megyünk vele, de fontos. Ugyanaz. Egy 10 vagy 17 tízezer évvel ezelőtt, nem is 15-17, már Magdalen kor vagy műveltségből való, ez egy résfuvola, és ezen a szöveg szerepel. Ebben szintén itt vannak a ligatúrák. Egyszerűen felírt valaki valamit, hát már miért ne? Hát ismét egy ló.
ez a három írásjel van, de hadd lapozzak vissza egy pillanatra. A két fölirat készültek között ezeket már három éve készítettem fóliákat, azóta az egészet kicsit változtattak, rémítettek az időket. Lényeg, hogy legalább 10 000 esztendő van a két rajz és felirat elkészültek között. A képek, mindegyik kép ló, és mindegyiken ugyanaz a felirat szerepel. Eltelt legalább 10 000 év. Ebből következtethetünk meg nagyon sok minden másból, hogy legalább 10 000 évig változatlan folytonos volt a műveltség, az írásbeliség, szellemi világ, hitvilág, és így tovább minden. De van számos bizonyíték, azon nem tudok itt előhozakodni, hogy egy régi időben egy műveltség azért 30-40 000 évet könnyedén áthidalt. Most megállok, erre ma is tudunk mondani példát, csákokkal kapcsolatban például, hogy a Subajoti barlangban megmaradt egy csontkúrja, három lukú, 5 hangot lehet rajta kiadni, és az körülbelül 30 000 évvel ezelőtti lehet, hogy akkor még ott ráadásul valaki el is ásta, tehát valahogy, mint emlékét, vagy nem tudom micsodát, örökre elrejtette, hanem ez nem akármilyen furúja, hanem ezt nevezik rés furújának. Úgy működik, hogy nem a száj felé nem, szóval nincs se, mit tudom én, a tudálva, tehát ami rezgető, hanem ebben a száj felé kiszélesedik, és üres természetesen. Ugyanis a nyelvet kell beledugni, mint ahogy amit csináltunk gyerekkorunkban nácsipot, hogy oda bele kell dugni valamit, dugót, és akkor egy kis részt ki kell vágni, és ahogy belefújunk, akkor szólal meg. Most ide nem kell bele dugni dugót, hanem aki járt zenét, az nyelvét dugta bele, és ezzel emiatt eredetlen dünnyögősen lehet játszani, zenélni. És kérem szépen az egyik, hogy a Kárpát-medence furja játékának legfőbb jellegzetessége a dünnyögős furjázás, a másik, hogy pontosan ilyen nyelvsipot a csángók még ma is használnak, csilinkának nevezik, továbbá, amit be kell dugni, azt mi nem dugónak hívjuk a világon egyedül, hanem nyelvnek. Bizonyán. Tehát ez annyit jelent, ha népi folytonosságot nem is, nem bizonyít önmagában, de hogy a műveltség töretlen máig tartó folytonosságát mindenképpen. Mert olyan furcsa, különös hangszerke, hogy ha ez egyszer a nép, aki ezt használja, utolsó szállig kipusztul, akkor nem elképzelhetettem, hogy a csángok ma is használnák, hogy dünnyögősen játszanak a Somogyi furulyás például, errefele is szokás, és így tovább. És erre rengeteg példa van, tehát nem levegőben beszélünk ám mi, és hadd üdvözöljem el szempontból Barabási László urat, akinek éppen könyvkiadója vagyok. Szóval, hogy rengeteg anyaggal rendelkezünk, amivel bizonyítani tudjuk mindezt. Még egy apróság, ez a 12 000 évvel ezelőtti rajz. Itt szarvasokat látunk, és nagyon furcsa, hogy ezek a szarvasok nem járnak, hanem úsznak. És a lábuk között
halott hatalmas halak úszkálnak, és itt van egy felirat, amit pikáns rajznak vélünk. Ha úgy értelmezzük, hogy pikáns rajz, akkor ez, mondhatjuk, ez a pikáns rajz 10-12 ezer évvel ezelőtt még már létezett, tehát nem felejtettük el, de ez nem a rajz, ez felirat, aminek köze van valamennyire ahhoz, amit mi most gondolunk, tudjuk a csúcsára állított négyszög, az annyit jelentett, hogy sok. Ez nagyon jó végigkövethető. A függőleges vonal olykor kettő is szerepel egymás mellett, az pedig áradás. Egyel, tehát az annyit jelent, hogy sok vagy nagy, hogy nagy áradás. A kettőzés pedig, hogy mit tudom én, a kertek kertje, vagy a házak háza, mennyeknek, mennyeknek. Hogy anyák anyja, az nem azt, hogy anyák anyja nem azt jelenti, hogy az anyáknak az anyja, úgy is lehet érteni, hanem a legkiemelkedőbb anyja, történetesen a nagyboldog azt, hogy nevezték így, hogy anyák anyja. Tehát a kettő a sok, tehát a feliratból az olvasható ki ismételt nagy biztonsággal, hogy nagy-nagy áradás. Az ábra pedig ezt mutatja. Külön jelentősége van a tordósi leleteknek. Tordóa, Zsófia, mégis tordósi muncsaiknak összefüggnek. Tordóa Zsófiának köszönhető, hogy a 19. században ezeket megmentette és feldolgozta, legalábbis jobban hiszüket. Kérem, ez 8-6000 év, mert ezelőtti cserepek fenekén, vagy korongokon szerepelnek jelek, hogy azokat kigyűjtögetjük, pontosan megkapjuk a székely ABC-t, vagy székely ABC-t. Tehát ez akkor már itt vígan megvolt, itt most ugrok, mert fogy az idő, még valamit hadd mondjak, erre már nincs idő. Kérem szépen, a székely ABC. Ez a magyar ABC, vagy székely ABC, ez pedig az egyiptomi tématikus ABC. Erre csak azt lehet mondani, hogy ha két ABC-t egyformán látok, akkor nem két ABC-t látok, hanem egy ABC-t látok két példányban leírva. Ez olyannyira igaz, hogy ez esetben az azonosság, hogy az egyiptomiak is ugyanúgy írtak hangugratással, mint errefele szokásos, tehát az az írásmód, és az egyiptomi írásnak nem lehet mit csinálni, nem lehet elolvasni, mert nincs nagyon kevés helyen jelölik a magánhangzót, ha az ember nincs tisztában a magyar hangugratásos írás szabályával, ami nyelvi sajátosság. A demotikus körülbelül a 7 Krisztus születés előtt 700 körül jelentett meg, ami hozzávetőleg, tehát a legkorábbi lehet hozzávetőleg a Hükszoszok uralmának az idejével esik egyben, akik viszont a Kárpát-medencéből mentek ott, és egy ideig mentek oda, és egy ideig ők vették át az uralmat. Most erről még röviden, hogy itt van a Szkíta székely magyar, ezen nevet mondhatunk, kérem meg, Hunzi székely Szkíta magyar ABC, kérem szépen. Ez a nagy zavar, hogy most kinek is az ABC-je, ez egy tökéletes nyomra vezető. Egy másfajta ABC, vagy másfajta nyelvbeszédét nem lehet rögzíteni
egy mondjuk a mi ABC-nkkel. Tehát mindegyik nyelvnél számot tevve kell, hogy különbözzön az ABC. Hogy például, hogy hány hangot ejtenek, annyi jel tartozik hozzá, innen tudni, például a latin ABC 22 betűből áll, nekünk meg tulajdonképpen 45 betű kellene, csak itt sajnálgatnak bennünket ezzel rövidke ABC-vel, de ez is 37 betűből áll, tehát a mi nyelvünk bőséges, nagyon kifejező a hangkészlete. Na most ennek van egy tökéletes bizonyítéka is, hogy a föníciaitól kezdve a latin, az etruszk, az ógörög, stb. ABC, az mind ebből az ősi Kárpát-medencei ABC-ből származik. A helyzet rohadt egyszerűen. Ide alá kirakosgatjuk az alámi ABC-t, a latint, az aténit, kétait, tírait, korzikait, stb. Etruszk, föníciai. Nézzék meg, ezek nem azonosak, hanem véletlenszerű válogatások ebből. Tudnék, ezt a részt összetoljuk, akkor pontosan megkapjuk ezt az ABC-t. Ez olyan egyszerű, mint a pofon. Egyébként nagy segítséget kaptunk nemrégiben Olaszországból, egy Naddeo Michelangelo nevű úr, aki repülő pilóta volt valamikor, a bajta és most az írásbeliség kutatásával foglalkozik, nem végén jött, engem is megkeresett, rengeteget vitatkoztunk, beszélgettünk, ő is rájött erre, ott, Olaszországban, egyszerűen csak nézni kell rá. Tehát valaki nincs politikailag, az agya nincs megfertőzve, hogy minden végeredményt kell látni, akkor rájön ugyanerre, és ugyanerre ráesett pontosan. Sőt, konklúziónak írt a munkája végén, tehát hogy mi a Kárpát-medence hősnép vagyunk, ez az írásbeliség innen van, és a szellemi kiáramlások következtében jelenik meg töredékeiben ugyanaz az ABC. Ő azt írta végül, hogy a magyaroknak egyetlen bűne van itt Európában, a Kárpát-medencében, az, hogy nem indoeurópaiak. Tehát, hogy más hűvetségűek. Kérem egyébként figyeljék meg, két helyen, gyakorlatilag három helyen van baj Európában, ott, ahol az ősi gondolkodás, tehát ősi hűvetség nagyobb tömbben még egységesen megvan a szellemiség. Ez az egyik a paszkföld, azok vitézi túloktattak néha a kelták, de azok innen menekültek el egyébként a Kurgán műveltség előtt, amilyen messze csak tudtak és Írországban tovább már nem tudtak venni. Ott is szóval harcolnak keményen a szétrombolás, szellemi szétrombolás ellen és itt a Kárpát-medencében. Rengeteget kéne beszélni, de most röviden még azért szólni kell valamit, mert én segítséget is kérek.